Székesfehérvár kész az Ukrajnából érkező menekültek befogadására és alapvető szükségleteik biztosítására. Erről írt délelőtt közösségi oldalán Cserpalkovics András. A Facebookra feltöltött posztban a polgármester egyebek mellett azt írta, elkezdték felmérni, hol és hogyan tud a város szállásokat biztosítani. Központi segélykérő e-mail címet és adományszámlát hoztak létre, az Albabástya pedig felkészül a tárgyi adományok fogadására. A teljes poszt, melyben a polgármester köszönetet mond mindazoknak, akik csatlakoztak a támogató programhoz, a város honlapján és a polgármester Facebook oldalán olvasható. Interaktív gyermekelőadás, arcfestés és kézműves foglalkozások is várták a kicsiket és nagyokat a Szegényeket Támogató Alapítvány szombat délelőtti családi napján a civil központban. A rendezvényen 100 adománycsomag is gazdára talált, de a Fehérvár FC kabalája Stopli is tiszteletét tette a délelőtt folyamán. A csomagokból a SETA adományozotti köréből szereplő családok, de az anya otthonban élők is részesülnek. A családi nap mellé társul még egy adományosztás is a mai napon, ami egy tisztítószer csomagban valósult meg ezen a programon, ami ez egy nagyon nagy dolog, mert általában mindig élelmiszert szoktunk adni, és ez egy nagyon nagy segítség a családoknak. 100 családot hívtunk meg az adományozotti körünkből és az anya otthonból. Harmadik alkalommal várja az érdeklődőket a Jancsár kert piaca fehérvári családi életmód hétvége elnevezésű rendezvényre. A február 24 és 27-e között zajló ingyenes szabadtéri esemény sokféle testi lelki egészség megőrzéssel kapcsolatos bemutatót kínál a látogatóknak. A gyerekek számára egészségtudatos és környezetbarát életmódra nevelő foglalkozásokat szerveznek, de lesz interaktív kiállítás és kézműves foglalkozás is, vasárnap pedig az újrahasznosítás jegyében cserebere alkalmat is tartanak, de lesz farsangi felvonulás 10 órától az igézőtől, illetve megrendezik a kolbásztöltő fesztivált is a Jancsár kertben. Évről évre egyre többen lesznek, akik jönnek a szűrővizsgálatainkra, dietetikai tanácsadásra, táplálkozási útmutatókat kapnak, miután egy termelői piacon vagyunk, ezért az itteni termékekből hogyan lehet egészséges finomságokat készíteni, ezt mondja a dietetikusunk, és ez van a kis füzetünkben is, amit ajánlom mindenki figyelmébe. Pénteken este a világ számos más pontja mellett Fehérváron a Szent István Művelődési Házban is megkezdődött a 15. Vas Albert Maraton. A rendezvény a 114 esztendővel ezelőtt született erdélyi író, az intézmény díszudvarán található domborművének megkoszorúzásával kezdődött, ahol a szervezők és a város civil szervezeteinek képviselői helyezték el a megemlékezés virágait az erdélyi legenda domborművénél. A koszorúzást követően kezdődhetett meg a felolvasás, ahol a résztvevők személyes formában mondhatták el a számukra kedves Vas Albert költeményeket és írásokat. Jakubek Tibor főszervezőként az elmúlt másfél évtizedben nagyon sokat tett azért, hogy Székesfehérváron méltó módon idézzék meg a magyar irodalmi kánon nagy alakjának életművét. Vas Albert az példaképe is lehet az ifjúságnak, meg a mai embereknek, hiszen magyarságával, honszeretetével és az érzelmeivel példakép lehet mindenki számára. Régi adósságok közé tartozik a koronázó városban működő és Verbőci István szerint országos hatáskörrel rendelkező hiteles helyek problémája. Libi András történész most lerótta az adósságot, hiszen a fehérvári keresztes konvent most megjelent monográfiája a város és környéke történetének egy igen fontos szeletét tárja elénk. A középkori Székesfehérvár írott forrásokkal legjobban megismerhető intézményének bemutatásához a szerző nem csak a magyarországi, hanem a pozsonyi és máltai levéltárakban őrzött okleveleket is felhasználta. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum gondozásában a nemzetközi szakirodalom eredményeit is felhasználó, teljességre törekvő tudományos munka készült. A doktori disszertációmnak az egyik legfontosabb célkitűzése volt, hogy ha már van ez a fogalom, hogy országos hatáskörű hiteles hely, akkor nézzük meg, hogy ez micsoda, hogy nagyon jól hangzik, de hogy a gyakorlatban is működött-e, és hát nyilván fehérváriként az különösen vonzó volt ebben a témában, hogy három országos hatáskörű hiteles hely volt a késő középkori Magyarországon, amiből kettő épp itt működött.